Folytatjuk tovább a délelőttet, és ahogy mondtam, a Pesti Magyar Színházba fogunk látogatni, és megtudjuk végre, hogy mi is az a mackolás. Itt van már velünk a stúdióban Szűcs Sándor. Nagy szeretettel köszöntelek. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Na, hát még mielőtt a mackolásról beszéljünk, nézzük meg még a novembert, mert hogy például ti is figyelemfelhívó kampány részeként felhívtátok az embereket, és biztattátok, hogy csatlakozzanak a száraz novemberhez. Hogyan jött az ötlet, hogy a színházba bevigyétek ezt a témát? Van egy nagyon nagy sikerű előadásunk az utánképzési ittas vezetőknek, és ezek úgy jönnek, csak úgy nem tudom. Tehát ez például ültem a kádban, és hallgattam a rádiót, ahol is az a hír hangzott el, hogy szeretnék Angliában meghirdetni azt, hogy a világon legyen egy nap, amikor senki nem hal meg közúti balesetben. Tehát legyen egy olyan nap, amikor senki nem küld SMS-t vezetés közben, mindenki beköti magát, nem ül ittasan autóba. És az jutott eszembe, hogy az utánképzés ittas vezetőknek, hiszen erről szól, és akkor ehhez lehetne kötni, hogy legyen Magyarországon is egy ilyen nap, és akkor utána jött, hogy ezt hogy lehetne népszerűsíteni, hogyha egy matricát készítenénk, ahol egy behajtani tilos tábla, de középen a fehér csík helyett egy üveg lenne, és az lenne ráírva, hogy felhajtani tilos. Tehát azt az alkoholt, akkor ne hajtsuk fel. Hú, és amúgy annyira aktuális a téma, mert azért az ünnepekkor ugye itt a rendőrség külön razziákat tart, és nagyobb erőkkel ott van az utakon, és mondjuk szondáztat, de hát azért igen, ezért el kéne dönteni, hogy most élni szeretnénk, vagy nem tudom, egy pohár bort meginni a vacsorához. Ostoba halálok ezek, főleg amikor valaki vétlen vezető és egy ittas sofőr miatt kell egy családnak meghalnia, tehát ezeket ha lehet, akkor jó lenne elkerülni. De és akkor hogyan csatlakoztatok a száraz novemberhez? Vagy mi volt konkrétan a A száraz november az ugye egy a világon elterjedt dolog, hogy novemberben megpróbálni nem alkoholt fogyasztani. És akkor a Sándor Erzsi, akinek az a feladata szinte lassan, hogy az én vadabbnál vadabb elburjánzott ötleteimet megpróbálja kicsit megfésülni, rendbe rakni, kitalálni, hogy ebből mit lehet megcsinálni, mi az, ami túlzás, nyeseget, igen, elég jól. Ő kitalálta, hogy és akkor itt tudunk csatlakozni ugye a száraz novemberhez, és akkor már rögtön az egész kampány kezdett képet ölteni, ők tervezték meg a matricát, a logót, a szlogent, tehát ehhez ők nagyon értenek. És akkor mi ez a mackolós projekt, mackold, mit jelent ez? A mackolás, szemben a maszkolással, a mackolás az szintén egy olyan ötletem volt, én régen jégkorongoztam. És épp néztem egy amerikai jégkorongmérkőzést, ahol is egyszer csak elkezdtek az emberek plüssállatokat bedobálni a jégre. De olyan szinten, hogy térdig éltek a plüssállatok, és a játékosok szedték össze. És ezt elvitték egy rászoruló gyerekkórházba, gyerekotthonba, bárhova. És akkor az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne ezt nálunk is megcsinálni, hogy mondjuk nagyon sok gyerekdarabunk van, elég nagy sikerrel játsszuk őket, teltházzal, minden előadásunk szinte egy teltházzal megy, hogy milyen jó lenne, ha Tapsennél a nézőink ugyanúgy földobálnának plüssállatokat nekünk a színpadra, amit mi összeszednénk, és tavaly például a Heimpál gyermekkórházba vittük el, rengeteg jött össze, idén az Erzsiek kitalálták, hogy máshová vigyük el, ez is egy jó dolog. Azt gondolom, mindenkinek örömet okoz. De nem kell messze menni egyébként, hogyha a jégkorongnál azért itthon is, amikor voltak a nagyvilág események, a magyar válogatott is kérte és megcsinálták, így nem van, tudom már mi van. Volt a tematika, hogy macit kellett vinni, vagy elég volt a plüssállatot, de és akkor ezt hogy kell elképzelni, akkor, amikor kiálltak a nem tudom, előadás végén meghajolni, akkor megdobálnak benneteket macikkal? Nem, megdobálnak, nem megpróbálnak bennünket eltalálni egy hatalmas teddy mackóval, hanem feldobálják, virág helyett plüssállatokat dobálnak fel a nézők. És akkor ez olyan jó pofa dolog. És akkor mindenki, ha van mondjuk egy kedvenc színész, akkor az én mackómat ő vette fel, vagy, tehát ez is egy ilyen kis játék. De a legelső ötletem, ami volt, itt a 8. kerületben van a hajléktalanoknak egy iskola óvodája. És én azt találtam ki, hogy könyvet kezdtem el gyűjteni. És általános iskolákban, a feleségem általános iskolában tanítónéni, a Dob utcai általános iskolában, és 200 könyvet sikerült összegyűjtenem, amit Zalán János igazgatóval szépen
kocsiba raktunk, és ketten jó pár doboz volt, jó pár láda volt, ide elhoztuk, és hát nagy öröm volt az, és ott a gyerekek ennek nagyon örültek. Hogyan jutnak eszedbe ezek a helyzetek, vagy ezek a, nem tudom, akár mondjuk projektek, kórházak, iskolák, hogy kiknek lehetne, vagy egészen érdekes lehet az a szemüveg, ami most rajtad van, hogy milyen szemmel látod a világot, észreveszed azért ezeket a helyzeteket? Nem tudom, fogalmam sincs, hogy jut eszembe. Hallok valamit, és akkor egyszer csak úgy elindul a fantáziám, és tovább gondolom, és ahol lehet, akkor segít az ember. Például azt lehet, hogy akkor itt meg is ragadnám az alkalmat, és akkor rögtön itt a tévében elmondom. Az is egy nagyon jó ötlet szerintem, hogy reggel, amikor készítjük a reggelinket, akkor csináljunk egy szendvicssel többet. Azt csomagoljuk, berakjuk a zsebünkbe, és amikor megyünk az autónkkal, de akár ha gyalog is, és látunk egy rászorulót, vagy aki éppen bekopogtat a kocsi ablakon, akkor adjuk oda neki. Mert hát ha aznap még nem evett semmit. Igen, ezeket, hogy mondjam, észre kell venni, vagy nem csak adventben kell észrevenni. Ezt az év bármely napján. Erről is beszélgettünk már, de akkor nézzük meg, hogy mi a te véleményed, hogy ilyenkor azért úgy megsokszorozódnak az adományok. Itt az előbb ugye Caritas országos igazgatóhelyettese is mondta, hogy ki se látnak a munkából így az adventi időszakban. Ez jó, ez maradjon is így. De sokszor mondjuk, nem tudom, november elején, vagy mondjuk októberben elfelejtjük azért ezeket az embereket, vagy ezeket az iskolákat, ahova lehet, hogy be kell kopogni, hogy van-e szükségetek könyvre, mert akkor csapunk egy könyvgyűjtést a cégnél, az iskolában, amerre járunk. Én azt gondolom, hogy az egész évben kell segíteni a rászorulóknak, legyenek azok embertársaink, vagy állatok, mindig szükség van a segítségre. Nem gondolnám, hogy be kell kopogni. Oda kell menni, és adni kell, kérdezés nélkül. Én nem gondolom, hogy bármilyen adomány rossz helyre menne. Vagy azt mondaná, jaj, köszönöm, nekem erre nincs szükségem. Az állatmenhelyekre mindig szükség van egy meleg takaróra, egy faforgácsra. Vagy csak oda menni és segíteni, megsétáltatni azokat a kutyákat, akik már évek óta a ketrecek közt élnek. Vagy hát nem tudom, biztos, hogy mindig van. Hát a saját környezetünkben végül is észre kell nézzünk venni szét, ezeket a dolgokat. Nézzünk szét, és sajnos látni fogunk olyat, amin lehet segíteni. Nézzük meg, hogy akkor konkrétan a Mackold program nálatok a Pesti Magyar Színházban hogyan fest, vagy mettől meddig tart, mettől meddig kell akkor elvinni a plüssjátékokat az előadásra. Elhozni nem kell, az jó, ha elhozzák, azt nagyon szeretjük, ha elhozzák. Semmi nem kötelező, tehát adni soha nem kötelező, mindig érezzük úgy, hogy kell, hogy az egy jó dolog. Azt hiszem december 1-én indul, és 20-áig tart, hiszen még akkor oda is kell majd vinnünk valahova. És nagyon sok előadás, például a holnaptali, a muzsika hangja, a valahol Európában, a gyerekdarabok, a Romini, a Tündérlala, mind, várjuk a plüssállatokat. Na mi van azokkal a felnőttekkel, akiknek mondjuk van jegye ebben az időszakban felnőtt előadásra, ők vihetnek-e plüssmacit? Vagy a színészek majd megrémülnek? De lehet, hogy megdöbbenünk mondjuk egy utánképzés ittas vezetőknek előadás után, ha földobálnak plüssállatokat, de szerintem még annak is örülni fogunk. Zalán János igazgató úr, mennyire volt nyitott a te ismételt őrültségeidre? Hála jó Istennek nyitott rá. Hála a jó Istennek nyitott rá. János azonnal jött és segített. Tehát azért én azt gondolom, hogy egy színházigazgatónak nem az a dolga, hogy ládákat cipeljen, minden kérdezés nélkül, és hoztuk és vittük a könyveket, amikor a hajléktalan a iskolába, óvodába vittük el. És hát szerintem, tehát színházigazgatónak lenni az nem lehet egy nagyon áldásos dolog, én biztos, hogy nem vállalnám, van neki elég dolga. Hogy emellett ő még ezekre rábólint és segíti is, ahogy tudja, az egy nagyon jó dolog a részéről, és hál' Istennek ott van meg Sándor Erzsi, aki szintén ezeket a dolgokat koordinálja. Tehát megvannak azok az emberek, akik ezt tudják. De azért gondolom, a kollégák is melléd álltak, abszolút, vagy hogy a színészek abszolút. Amúgy is olyan, nem abszolút. Tudom, érzékenyebb, vagy nyitottabb emberek. Abszolút. Úgy, hát ugye van az október, ami a prostatarák ellenes kampány, Ott azt álltam ki, hogy november.
Október a merrák. Október a merrák, november a, igen, bocsánat. Ott azt találtam ki, hogy próbáljunk meg bajuszt növeszteni. Ez olyan jól sikerült, akkor épp az Arnold Wesker konyháját játszottuk, hogy fiúk elkezdtünk bajuszt növeszteni, a lányok pedig ragasztottak, hogy akkor nekik is legyen. A merráknál azt találtam ki, hogy akkor volt a naptárlányok, ami ugye aktuális, és így egy rákos beteg kapcsán indul el az egész darab. Ott is kirakták a szalagot a lányok a fotózkodásnál. Én azt gondolom, hogy a színház az ugye egy olyan dolog, amit néznek, ott olyan, mint a templom, ahol igét hirdetnek, oda figyelnek az emberek. Ha lehet, akkor próbáljunk olyan dolgokat mondani, amik tovább segítik a világot. Hát meg, hogy mondjam, látnak benneteket, tudják igen. A neveteket. Valahol közszereplőkké válunk, és ez jár egy felelősséggel. Sok embernek kéne még így gondolkodnia. Sokan fognak így gondolkodni. Előbb-utóbb ez lesz. Nagyon szépen köszönöm, nagyon hogy eljöttél szépen. Hozzánk, és akkor sok-sok mackót kívánunk nektek így nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Szépen.